Ezek a gonoszok legalább stílusosan haltak meg. Üdvözlünk a Vasmozsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával 10 gonosz utolsó szavait gyűjtöttük össze haláluk előttről. Ezen a listán olyan halál előtti mondatokat hoztunk a rossz fiúktól, amik érzelmesek, van mélységük, vagy éppen csak halál lazák. De vigyázat, spoileres vizekre vezünk. 10. Hogy nézek ki? Kill Bill 2. You're telling me she cut her way through 88 bodyguards before she got to Oren? A Kill Bill első része inkább egy régi vágású bosszú történet volt rengeteg vérrel, a második viszont sokkal kevesebb erőszakot hozott, és egy meditatívabb és érettebb befejezést. Egy hatalmas és látványos levegőben ugrálós kartpárban helyett Beatrix és Bill leültek egy mély beszélgetésre a bonyolult közös múltjukról. But once that strip turned blue, I could no longer do any of those things. Not anymore. Because I was gonna be a mother. Can you understand that? Miután Beatrix alkalmazza a robbanószív technikát Billen, az megkérdezi, hogy hogyan néz ki, letörli arcáról a vért, megigazítja a gombjait, és elvonul méltóság teljesen meghalni. The five-point palm exploding heart technique. Of course he did. Ez egy meglepően békés halálmód egy ilyen gonosz embernek. How I look. 9. Néha majd meghalok magamtól. Batman. You know, without you, I just wouldn't want to go on. Lehet, hogy nem a lista legjobb búcsúszavai, de nagyon jokeres így itt a helye. Furcsa belegondolni, hogy azóta hány legjobb Joker van. You wouldn't hit a guy with glasses on, would you? Huh? Amikor a Tim Burton féle Batman kijött 1989-ben, Jack Nicholson Jokere új mércét állított fel. Mániákus nevetés és jó ízű rosszasága tökéletesen ábrázolta a karakter erőszakos és anarchikus jellemét. Meg persze egy bohócnak bohóckodnia is kell, még ha éppen az ő kárára is megy, és Nicholson pedig pontosan így zárt. Ahogy úgy fest, hogy nyert és legyőzte Batmant, majd készül meglépni, elmorzsolja ezeket a szavakat. És igaza is lesz, mert azzal öli meg magát, hogy alábecsüli Batmant. Nyolcadik. A borzalom, a borzalom. Apokalipszis most. He's gone away. He disappeared out in the jungle with his people. I'll wait for him. He feels comfortable with his people. He forgets himself with his people. Kurz ezredes egy tipikus klasszikus filmes gonosz, és a film egyik legjobb sorát hozta. Joseph Conrad a Sötétség mélyén című könyv alapján készült Coppola adaptáció átviszi a cselekményt Kongóból a vietnámi háborúba, de a gonosz Kurz ugyanolyan sötét és enigmatikus alak maradt. That your methods were unsound. Are my methods unsound? Ez nem kis részben Marlon Brando észbontó játékának köszönhető. A Villard által halálosan megsebesített Kurz a sötétbe bámul, és egy pillanatra megvilágosodik. Talán a saját döntéseire reflektál, esetleg a vietnámi háborúra, vagy éppen az emberi viselkedésre. Az is opció, hogy mindhárom dolog átfut az agyán, amikor ezt a pár szót kiejti, ami a teljes film témáját lefedi. Horror. 7. Harrynek egy szót se. Pókember. Misery, 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 that's what you've chosen. I offered you friendship, and you spat in my face. A 2002-es Pókember az egyik első modern szuperhős blockbuster volt, ami a mai napig az egyik legjobb gonosztól hallott végső sort kapta. Norman Osborn saját glidere nyársalta fel, és utolsó szavaival Petert megkéri, hogy ne árulja el fiának Harrynek, hogy ő a zöld manu. You killed those people on that balcony. The goblin killed. I had nothing to do with it. Don't let him take me again. I beg you. Protect me. Ez egy csodás visszautalás volt Mary Jane szövegére, amikor Peter látja őt az étteremben dolgozni, és segít a zöld manót is emberibbé tenni. I've been like a father to you. Be a son to me now. I have a father. A legtöbb szuperhősös gonosz lelketlen, de a zöld manó egy családos ember, aki azt szeretné, hogy büszkén emlékezzen rá a fia. Peter. Don't tell Harry.
Hatodik, ó, nem is tudott róla. Hetedik. I mean, as far as master plans go, John. I can't wait for you to see. I really can't. It's really going to be something. Well, you know what? I'm going to be standing right next to you. So when this big thing happens, you be sure and let me know, because I wouldn't want to miss it. Van ennél gonoszabb végső szöveg a filmtörténelemben? John Doe felfedi Millsnek, hogy megölte a feleséget Tracyt, majd elküldette a fejét egy dobozban. I saw you with the box. What was in the box? Because I envy your normal life. Put the gun down, baby. It seems that envy is my sin. No, what's in the box? Még egy utolsó meglepetés tartogat Davidnek, mégpedig azt, hogy Tracy terhes volt. Miután Mills összezavarodik, Doe elmondja utolsó szavait. He didn't know. Végül pedig ez vezet Mills tragikus döntéséhez. Ez a szörnyű szöveg hozza magával a film legsokkolóbb és legszívszorítóbb részét, és Kevin Spacey zseniálisan alakítja a filmtörténelem egyik legnagyobb gonoszát. Oh God! Oh God! Oh! Ötödik, ó, micsoda vég! Óza csodák csodája. Here's Carol, wanna play ball? Elolvadok! Ez talán a gonosz boszorkány legismertebb sora, de a halál akar mondanél többet és mélyebbet is, mi pedig azt tartottuk érdemesnek a listára. Ő a legszörnyűbb és leghatalmasabb lény Oz földjén, mégis egy egyszerű, csendes és illedelmes vidéki lány győzi le Kansasből, bár véletlenül. The last go, we'll see the first three go before her. And her mangy little dog too. Szavai zavartságot és hitetlenséget fejeznek ki halál a pillanatakor, és a világ kegyetlenségét, ami ellene fordult. I'm melting! Melting! Oh, what a world, what a world! Negyedik, én vagyok a végzetetek. Bosszúállók, végjáték. The universe required correction. Egy hadúr, egy titán, és ahogy szeret minket emlékeztetni, a végzet. Az őrült titán egészen közel is járt ezzel a mottóval, ugyanis egyszer már sikerült eltüntetni a fél univerzumot egyetlen csettintéssel. Amikor Thor megbosszulja az elesetteket, Thanos utolsó mondata közel sem elég epikus. Thank you, daughter. Perhaps I treated you too harshly. Viszont a múltból érkező Thanos utolsó szavai sokkal izgalmasabban csengenek, amikor előrántja jól bevált mondatát. I am inevitable. Szerencsére Tony Starknak is van erre egy csattanós válasza. Iron Man. Harmadik, mondd meg a nővérednek, hogy igazad volt. Star Wars 6. rész, a Jedi visszatér. Luke, help me take this mask off. Darth Vader egy szívtelen karakter volt az eredeti trilógiában, de végső szavai egyszerre voltak meghatóak, és mutatták be az átváltozását. Vader egy gonosz erő volt impozáns fekete ruhájában és mély, fenyegető hangjával. Go, my son. Leave me. No, you're coming with me. A végére viszont egy gyengéd és szerető ember lett, aki már csak suttogni képes. Utolsó lélegzetvételét arra használja, hogy büszkeségét fejezze ki fia iránt, és karakterfejlődése végbe menjen a megváltás felé erőszakos gonoszból, szerető apába. You were right about me. Tell your sister. You were right. Az első filmekben biztosan nem éreztetek semmilyen szimpátiát Darth Vader iránt, de ez a végső jelenet eléggé a szívünkhöz nőtt. Második, hogy is mondta korábban? Yippee-yay, te szarházi? Die Hard, drágán ad az életed. Yippee-kayak, other buckets! Boyle, you did it! And you completely botched the catchphrase. I'm pretty sure it was right. No, but you did great. Yippee-yay, te szarházi a Die Hard legismertebb sora, ami nagyon laz a Bruce Willis szájából, viszont még lazább, ha Alan Rickman mondja. Bár az is igaz, hogy minden coolabb, amit Alan Rickman mond, békeporaira. Végső összecsapásuk során úgy tűnik, hogy Hans Gruber legyőzte Johnt, és azzal a szöveggel hergeli, amit előtte ő mondott neki. What was it you said to me before? Yippee-ki-yay, motherfucker. Ettől John McClane elkezd nevetni, ami eltereli Hans Gruber figyelmét, és ez vezet a halálához is. Jó nézni, hogy Gruber olyan magabiztos, hogy 30 másodpercen belül a kezébe adják a saját seggét. Meg maga a szöveg is olyan király, hogy örülünk, hogy egyáltalán újra hallhattuk. Happy
betrayals, Hans. Mielőtt felfednénk első helyezettünket, következzen pár vígas díjas. Deserves got nothing to do with it. I see you in hell with money. For England, James? No. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen 2-től szombatig minden nap új videó kerül ki a csatornára. Majd nyomd meg a kis harangombot, hogy első között értesülj legújabb tartalmainkról. Első. Mindezek a pillanatok elvesznek az időben, mint könnyek az esőben. Az idő lejárt. Szárnyas fejvadász. Quite an experience to live in fear, isn't it? That's what it is to be a slave. Rutger Hauer híres könnyek az esőben monológiát ő maga írta egy hosszabb beszéd alapján a forgatókönyvből, viszont az előadásmód teszi igazán szívszorítóvá. Karaktere, a replikáns Roy Batty éppen megmentette Deckardot, viszont az androidokat nem arra tervezték, hogy örökké létezzenek. Roy beszéde pedig kihangsúlyozta emberiességét, magában foglalta a film lényegét, és emiatt érezhettünk némi szimpátiát a film gonosza iránt. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. Ugyan sci-fi nyelvbe burkolva, mint például a gyilkos sugarak vagy csatahajók, mégis univerzálisan érthető módon közvetítik az üzenetet, hogy nem is annyira más egy ember és egy android gondolkodás módja. All those moments will be lost in time. Like tears. Rain. Time to die. Nektek melyek voltak a kedvenc utolsó soraitok egy gonosztól? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!